Na üdvözlet mindenkinek, sziasztok, köszöntlek benneteket a YouTube csatornámon. Orion Narcisz javításra itt lévő TV-ről kettes számú videó. Összeraktam a TV-t, gyönyörűen működik a demagnetizáló tekercs, nagyon jó a képcső, nagyon jó fényereje van, fantasztikusan működik, de nem lehet csatornát váltani a távirányítóval, sőt az égvilágon semmire nem reagál. A készülék előlapján a gombokkal lehet ugyan csatornát váltani, arra reagál, a hangerő változtatása nem, és ki van akadva maximumon a hangerő. És hát fogalmam sem volt, hogy mi a dolognak az okozója. Még nem elkezdtem kiszedegetni a paneleket, mondván, hogy szemre vételezzük, hát ha van valami elcsattant, elpukkant alkatrész. És az alábbira lettem figyelmes, mutatom nektek, hogy ez a panel az előlapi panel, itt van rajta, hogy programléptetés, ideálgomb, ez nem az ideális férfit vagy nőt hozza az életetekbe, nem, ez nem erről szól, ez az elmemorizált fényerő, hangerő, egyéb szintelítettség beállításokat hozza vissza, hogyha elnyomkodtuk volna és fogalmunk sem lenne arról, hogy mit szeretünk, és itt a bal szélen pedig a hangerő. No szóval, ezen a modulon ott látszik egy repedés. Innen erről az oldalról egy kis szolid repedésnek tűnik. Még nem, ha megfordítjuk, akkor itt azért látszik, hogy csúnyan elváltak a fóliák. Számoljuk meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab fólia szakadt el. Valószínűleg most a képcső cserénél mozdulhatott ki még jobban ez a repedés, mert ez már korábban is ott lehetett. Sajnos a tévében más repedést is találtam más paneleken, azt már javítottam. Úgyhogy arra merek következtetni, hogy a régi képcsőben a konvergencia mágnes gyűrűk nem véletlenül voltak rommá törve, szerintem ezt a tévét leejthették, vagy valami nagyon durva ütést kaphatott, mert az egyik lába is ki van törve. Hát igen, innen szép nyerni, ezeket a kis apróságokat felderíteni. Úgyhogy ezt a 8 darab fólia rajzolatot én most össze fogom kötögetni, megy vissza a tévébe, aztán usgyi, meglátjuk, hogy mit lép erre a készülék, de persze az lenne az ideális, hogyha egy ilyen panelt be tudnék szerezni, és nem egy ilyen vacakot kéne visszaadnom, nem tenném túl jó szívvel, mert mi van, hogyha a tévét esetleg megmozgatják, az általam összeforrasztott rajzolatok megint felszakadnak, és akkor megint kezdődik minden erőről. Na, úgyhogy ha valakinek van ilyen panelje, az ne tartsa magában, és vegye fel velem a kapcsolatot. Addig is, amíg én ezt itt megjavítom, nézzétek meg a többi videót, iratkozzatok fel a csatornámra, blablabla, bla, bla, és a többi, és a többi. Halihó, sziasztok!